Sziasztok! Én Sisi vagyok, és ez itt a Hungarian with Cici podcast magyarul tanulóknak. Ez az epizód egy kedves Patreon tagom Robertina kérésére készült. Az volt Robertina kérdése, hogy mi az, amit mindenképpen meg kell nézni Magyarországon, és mit kell megkóstolni. This podcast was made possible thanks to our Patreon community. By joining us, you can access the podcast transcripts and other materials and services for improving your Hungarian. If you want to join us, go to patreon.com hungarianwithcici. Fú, hát nyilván nagyon sok mindent tudnék mondani, hogy mit kell megnézni Magyarországon, úgyhogy szerintem mondok top három várost. Én ősszel vagy tavasszal mennék Magyarországra, vagy ha valaki szereti a karácsonyi hangulatot, akkor télen, mert mindenhol sok karácsonyi vásár van. De az idő tavasszal vagy ősszel a legszebb szerintem, amikor lehet sokat sétálni. Persze, aki szeret 38 fokban sétálni nyáron épületek között, az nyugodtan mehet nyáron is Budapestre, de szerintem nem annyira jó. Na, hát az első helyen a listámon természetesen Budapest van. Szerintem egy hosszú hétvégére is érdemes elmenni, ha Európába utazik valaki. Most nem akarom elmondani az összes tipikus turista látványosságot, meg múzeumot, mert a TripAdvisor-on mindenki meg tudja nézni, vagy rá tud keresni az interneten de arra gondoltam, hogy mondok pár dolgot, aminek szerintem nagyon Budapest hangulata van. Elmenni egy romkocsmába, és inni egy nagy rozé fröccsöt, de nem a szimpla kertbe, mert ott sokkal több külföldi van, mint magyar. Az én két kedvencem a Füge udvar és az udvarrom. Egymás mellett vannak a Klauzál utcában a Blahalújza térhez közel venni egy kávét elviterre, valahol a fővemtéri villamos megállóhoz közel egy kávézóban, és kiülni a szabadsághit közepére, vagy leülni a rakparton valahol, és ott meginni. Felülni a kettes villamosra, és elmenni a végállomásra, a Jászai Mari térre, és nézni az ablakból, hogy milyen szép a budai oldal. Felmenni a Gellért hegyre este a Citadellához, és megnézni milyen szép Budapest az esti fényekben, beülni egy sütire és egy kávéra a Budai Várban, a Ruszvorm cukrászdában, megnézni a Szabó Ervin könyvtárt belülről, ami a Kávin közel van a Szabó Ervin téren. Van egy nagyon szép palota része, sokat jártam oda tanulni, mindig tele volt annó aztán sétálni vagy rollerezni a Városligetben, és utána enni egy túrógombócot a Pántlika étteremben. Szerintem ezeket mindegy hosszú hétvége alatt is meg lehet csinálni. Ha van több idő, akkor érdemes elmenni Szentendrére is, és ott tölteni egy egész napot. Nagyon hangulatos kis hely. Lehet sétálni a folyóparton, és macskaköves kis utcákon. Szerintem Szentendrén lehet kapni a legfinomabb lángost, pedig én nem szeretem a lángost, de Szentendrén mindig eszem egyet. Aztán én biztos, hogy elmennék a Balatonhoz is. Ha még soha nem voltál a Balatonnál, akkor Tihanyba mennék először. Ott nem csak a strand érdekes, van sok más hely is, amit meg lehet nézni. Én mondjuk nem voltam ott strandolni, de a képeken nagyon szép. Én össze vagy tavasszal voltam ott, amikor már hidegebb volt, most nem emlékszem pontosan mikor, de csak sétálgattunk a környéken, megnéztük a Tihanyi apátságot, a skanzent, a piacot, a Tihanyi vízhangdombot, meg sok kis boltot, ahol mindenféle levendulás dolgokat árultak. Beültünk enni valahova, és ennyi. Aztán, ha valaki már mindent látott Budapesten, vagy egyáltalán nem akar nagyvárosba menni, akkor Szegedre, Pécsre vagy Debrecenbe mennék. Pécsen, Szegeden és Debrecenben is van egyetem, és szerintem az ilyen diákvárosoknak mindig jó hangulatuk van. Őszintén nem biztos, hogy én vagyok a legjobb ember arra, hogy ilyen ajánlókat csináljak. Én mindig úgy megyek nyaralni, hogy először megnézem a tipikus turista dolgokat, én szeretek turista lenni, és utána csak szeretek sétálni a városban, érezni a város hangulatát, és szeretek beülni különböző kávézókba és éttermekbe, könyvesboltokba, antikváriumokba menni, megnézni helyi piacokat, villamosozni és ilyesmi. De szerintem ez tényleg attól függ, hogy. Ki mit szeret csinálni, kit mi érdekel. Ha valaki szeret borozni, akkor Egerbe érdemes elmenni, ott nagyon sok borospince van, és nincs messze Budapestől, kb. másfél óra kocsival. Persze van még rengeteg borvidék Magyarországon, a Balatonnál is, és minden fél, mindenfelé az országban. Rá lehet keresni, hogy borvidékek Magyarországon, ha valaki szeretne egy ilyen túrát csinálni. Aki kirándulni szeret, annak a Mátrát ajánlom. Van egy tök jó kis kemping a sástónál, és onnan lehet mindenfele kirándulni a Mátrában, meg felmenni Magyarország legmagasabb pontjára a kékestetőre. Kirándulóknak még a kék túrát is ajánlom, meg lehet nézni, milyen útvonalak vannak, lehet választani egyet, és megcsinálni bizonyos részeit. Hollókő is nagyon szép kis falu, 100 kilométerre van Budapesttől, nagyon-nagyon hangulatos. Egyszer voltam ott, tényleg nagyon más világ Budapest után. Csoda szép kis falu, egy napot érdemes eltölteni ott is. Egyébként rajta van a UNESCO világörökség listáján is. Tényleg olyan hangulata van, mint a magyar népmeséknek. Na jó, most már egyre több településről kezdtem el beszélni, és soha nem lesz vége. Nagyon sok szép hely van Magyarországon, majd csinálok több epizódot is, amikben részletesebben mesélek néhány városról. Aztán még arról akartam kicsit beszélni, hogy mit érdemes enni és inni. Nyilván mindenki tudja, hogy ha Magyarországon vagy, akkor enni kell gulyáslevest, pörköltet, hortobágyi húsos palacsintát, töltött káposztát, kürtös kalácsot, kakaós csigát, és túrorudit. De most elmondom, hogy nekem milyen lenne egy teljesen ideális magyar menü egy napra. Már egy éve nem voltam otthon, nagyon hiányoznak a magyar ízek, és a gyerekkorom ízei, úgyhogy reggelire májkrémes kenyeret ennék tévépaprikával, de nem ilyen fancy libamájjal, amit a szuvenír boltokban lehet kapni 10.000 forintért, hanem a 300 forintos marha melykrém konzervvel a spárból, vagy téli szalámi zsömlét uborkával és paradicsommal, utána 10 óraira ennék egy kis gyulai vagy csabai kolbászt, csak úgy magában, ebédre lecsót ennék virslivel és kenyérrel, Desszertnek pedig egy túrórudit, de nem a pöttyöset. Tudom, hogy az a legnépszerűbb, és a legtöbben azt szeretik, de én sokkal jobban szeretem az oké okay túrórudit. <laughs> Szerintem az finomabb, főleg az epres. Aztán vacsorára ennék egy kis körözöttes kenyeret, vagy zsíros kenyeret lilahagymával. Majd írok anyukámnak üzenetet, hogy ez lehet a menü egyik nap, ha megyek haza látogatóba. Ja, igen, és majdnem elfelejtettem, hogy mit innék, azt nem mondtam. Bodza szörpölt, a szörpölt, és Rosé fröccsöt, szerintem. Én se a pálinkát, se az unikumot nem szeretem, de aki szereti az erősebb italokat, annak természetesen ajánlom szeretettel. Szerintem a barack pálinka a legfinoma, legfinomabb, de próbálj meg házi pálinkát szerezni valakitől. Szinte minden magyar háztartásban van, vagy ha nincs, akkor mindenkinek van egy barátja, aki csinál házi pálinkát. Ha a pálinkát akarsz venni, akkor mindenképpen kér segítséget egy magyartól, vagy az eladótól a boltban, vagy próbálj meg olvasni róla az interneten, mert nem mindegyik jó. Na, én ennyit szerettem volna mondani ebben az epizódban, úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok. A Patreon tagoknak köszönöm szépen a támogatást, és szeretettel üdvözlöm az új tagokat, akik név szerint Edward, Kelly, Kat, Jessica és Dusán. És külön köszönet Rafaelnek, a podcast legnagyobb támogatójának. If you want to use the transcription of this episode, click the link in the description and become a Patreon member. You will get access to all the transcriptions and much more to improve your Hungarian for only $10 dollars a month. Nem sokára találkozunk a következő részben, addig is sziasztok.